Fél évszázados évfordulóra emlékezve helyeztek emléktáblát vasárnap délelőtt a lengyeli kastély falára. A Tolna megyei németség meghurcolására több mint 3000 ember emlékezett. Schwab Recsknek nevezik Lengyelt, ahova közel 20 ezer embert internáltak 1945. májusában. A németség kollektív megbüntetésének képezte részét a kitelepítés, melyre most egykori átélői emlékeztek. A Mayer Mihály pécsi megyéspüspök által celebrált mise után a Tolna megyei, valamint az országos német nemzetiségi önkormányzat nevében Rittinger Antal beszélt arról, hogy a megemlékezésnek nem célja a sebek felszaggatása. A szónok gyermekként átélte az internálást, és az események számtalan egykori részese, valamint utódaik számára idézte fel a borzalom napjait. Azt se tudtuk, hogy miért, de itt voltunk hónapokon keresztül, ilyen körülmények közt, mint ahogyan itt lehetett hallani itt a beszédekből. Tehát ezek tények, valóságos dolgok, kérem szépen, és addig, míg ilyen enyhülés nem történt, addig mi itten szüken éldegéltünk, és hűntelenül mondjuk. Ezeket a sérelmeket el lehet felejteni? Ezeket a sérelmeket kérem szépen elfelejteni, ugye nem lehet ezeket lényegében, mert ha aki ezt elfelejti, az nem is élt át. Mi nem felejtjük ezt el, de ugyanakkor semmiképpen nincsen szándékunk itt valakivel szemben itt bosszút támasztani, vagy hasonló ilyen, mert nem, már nem való. Mi ezt már réges-régen egymás közt már elintéztük.